Egy perc elmúlt 3:43, jó napot kívánok, ismét Nád udvari a Szóin Gyarmati Péter vagyok. Velem szemben pedig Balogh Károly kosárfonó szakoktató, aki csak a kedvünkért jött vissza Kaszincz Barci. Károly, jól mondom, mert ma is tanított. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Balogh Károly vagyok, tehát Nád udvari, ez nagyon fontos és kosárfonó. Nagyon büszke vagyok a gyökereimre, illetve azt, hogy ilyen hagyományos mesterséget űzhetek. És tanítja is, ahogy mondtam. Hát igen, aki csinálni nem tudja, mondják, azt tanítja, aki még az sem, az megigazgatja. Én megmaradtam egy arany középúton, azaz valamilyen technikai alapképességek, készségek elsajátítása után azt a nemes feladatot tűztem ki magam elé, hogy ezt a fiatalabb nemzedéknek, de akár idősebbeknek is továbbadom. Ezek a tárgyak nem múzeumból jöttek. Ön készítette, otthon készítette, nem messze ide, ahol most éppen vagyunk a város központjába, az otthoni kis műhelyében. A vesszőt honnan szerzi? A patakpartján, a tópartján vágja, vagy esetleg most már ezek tenyésztett vesszők? Öröm lenne azt mondani, hogy én ezt magam termesztem, még nagyobb öröm lenne, hogy én ezt gyűjtögettem, de hát valószínű a földtulajdonosnak is lenne némi hozzászólni valója ahhoz, hogy én az ő földjén fűzvesszőket gyűjtögetek. Egy kicsit kifinomultabb már a mai világunk, városiasabb, termesztett fűzről beszélünk, ezt a termesztett fűzet én is a fűz termelőjétől vásárolom. És ha már azt mondta, hogy kifinomult a világ, július 1-től tilos sok-sok műanyageszköz használni, például a nylon zacskókat is. És ilyenkor felcsillanhat a szem egy kosárfonónak, hogy végre eljött az ő ideje. Előre dörzsölöm a kezemet a várható üzleti bevétel kapcsán, hiszen azok a piaci kosarak, amelyek eddig méltatlanul szorultak ki az életünkből, ismét felszínre kerülhetnek, ismét természetes tárgyak fognak bennünket körülvenni. Hozott sok mindent a repertoárból, elhozta például a legelső kosarat, amit ön font, azt mondtam, 28 év, 1993-ban. Ha nem haragszik, akkor nem dicsérem, meg nem olyan szép. Már csak azért sem, mert itt vannak a legújabbak. Hát ezek nagyon méves darabok. Itt van a kezemben egy kis kenyeres kosár, gyönyörű szép, többféle minta van benne, vékony vesszőből, és itt van, azt mondta, a csúcsa ennek a szakmának egy aszaló kosár, körülbelül 1 méter átmérőjű, igen lapos, mondjuk 10 centi magas. Ebben persze sok mindent lehet szárítani. Miért mondta azt, hogy ez a hatalmas aszaló kosár ennek a szakmának a csúcsa? Olyan könnyűnek tűnik, hát ebben nincs semmi különös. Azért, mert ebben látom ennek a népművészeti ágnak, ennek a tárgyalkotó népművészeti ágnak mondhatni egy megtestesülését. A maga egyszerűségében, a maga míves egyszerűségében, mert nincsenek benne nagy technikai változatosságok. Hogy így... Ez a címer? Igen, azt lehet mondani, egy kicsikét olyan ikonikus darab, a címere a mi mesterségünknek, de a funkció, az, hogy régen ezeket aszalásra használták, az, hogy ennek konkrét feladata volt a régi időben. Az mitől van, hogy az látszik a különböző eszközökben, hogy van, ahol világosabb, szinte hófehér a vesző, máshol pedig barna. Ez ugyanaz, vagy fonott, vagy festett, vagy mitől van ez? A fűzveszőt különböző állapotában használjuk fel. Én itt mutatom, de hát hiába mutatom, ugye ezt nem lehet nagyon látni. A nyers veszőt is elhoztam, azért, hogy látható legyen, hogy a maga nyerseségében egy sötét színű tárgyat kapunk. Ezt a veszőt megfőzik. Különböző módokon főzik meg, esetleg színezik is, és ettől változatossá válhat a színe, persze csak visszafogottan. De ez mind-mind azt jelzi, hogy sok munka van vele. Biztos megkérdezik öntől, hogy mennyibe kerül egy kosár, mennyi időbe kerül egy kosár elkészítése. Kinek mit szokott mondani? Hát ha vevő kérdezi, akkor hímezek, hámozok, és ugye több hetet, illetve több hónapos előkészületekről adok számot. És a feleségének mit mond? Hát azonnal kész vagyok, drágám. Hát köszönjük szépen, Balogh Károlyt hallottuk, kosárfonó szakoktatót Nád udvarról. Helyi érték az országjáró szombat délutánban. És még mindig miénk a szó, mert hogy játszunk. Ma délutáni első feladványunk egy jellegzetes nádudvari népművészeti alkotás nevére kíváncsi, ezt keresjük, és én azt kérem, hogy segítsen nekem Balogh Károly kosárfonó, tegye fel a kérdést, a feladványunk kérdését. Az 1700-as évek óta apáról fiúra örökített mesterség a tűz és a földművészete, melynek során elkészülő remek művek sötét színükről váltak ismerté. Mi ez? Nos hát, mi az a sötét színű eszköz, remek mű, amit itt jól ismernek Nád udvaron, és azok is, akik itt jártak már. A megfejtést SMS-ben várjuk.
a leggyorsabb helyes megfejtőnk Nád udvar ajándékát kapja meg, az SMS számunk pedig 0630 9666.